kezdeném az elején, a bona fide szó, illetve a jelentés egyébként latin eredetű, őszintességgel, bizalommal, egyenességgel a jelentése, és magának, az estéknek, mert hogy ez egy sorozatnak szántuk, az estéknek a hangulatá is szeretném, hogyha ezt tükrözné. Éppen ezért hívunk, vagy fogunk meghívni a továbbiakban is olyan közéleti szereplőket, akik akár a médiában, akár a politikai szinten is jelen vannak. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Dénes Bence vagyok, én leszek ennek az estének a moderátora. Bona fide estek, ennek a rendezvénynek a neve. Estek többes számban, megelőlegeztük magunknak azt a bizalmat, hogy többes számban beszéljünk mindenről. De itt nem én vagyok a lényeg, hanem ez a két úriember, akit ABC sorrendben fogok bemutatni. Elsőként Pohár Dániel riportert. És Deák Dániel politológus. Magyarországon sokára parlamenti választás elé néz, február közepén indul a hivatalos választási kampány, tehát fontosak az ilyen események, ahol közéletről, akár aktuális politikai eseményekről is lehet beszélgetni. Ez a ma este is erről szólt, ahol fiatalok, idősek összegyűltek, és az aktuális közéleti témákról beszélgettek, és eszmét cseréltek. Ez nagyon fontos, hiszen a választáson a részvétel az a demokratikus lehetőségünknek az egyik legnagyobb kicsúcsosodása, tehát értelemszerűen a választás megelőzően az ilyen eszmecserékre és közösségépítő programokra szükség van. A választási kampány az mindig izgalmas és nagyon durva kampányok szoktak zajlani Magyarországon is. Látjuk azt, hogy a baloldal a botránykertésben reménykedik, tehát próbálnak mindig valamilyen botrányos történetet előrántani, illetve kreálni azért, mert látjuk a felmérésekben, hogy meglehetősen lecsökkent a támogatottságuk. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan azt is látjuk, hogy a jobb oldalnak a kommunikációja sokkal inkább építkezésről szól, tehát a Magyarország előre megy, nem hátra szlogen az nagyon sok olyan kormányzati intézkedést takar, amit meg kell védeni április 3-án, és ezeken az eseményeken, ezeken a beszélgetéseken igenis felhívjuk a figyelmet arra, hogy melyek azok az intézkedések, melyek azok a lépések az elmúlt 12 évből, amelyeket meg kell védeni, és amelyeket veszélyeztetne egy esetleges kormányváltás. Ez az este az első alkalom annak a sorozatnak, ami megindult most Békésen. Nagyon fontos, hogy egy ilyen nagyméretű településen is legyenek olyan közösségi események, a közéletről vitaestek, gondolkodóestek, amelyek előmozdítják azt, hogy az emberek foglalkozzanak a közéleti eseményekkel, elmondhassák a véleményüket, és gyakorlatilag éljenek a demokratikus jogaikkal.